Az elmúlt hónapokban megszaporodtak a mesterséges intelligencia segítségével elkövetett csalások, mutatott rá elemzésében az egyik kiberbiztonsági cég. A magyarországi viszonyok között a korábban megszokott gyenge helyesírású átverések mellett egyre gyakrabban érkeznek az AI segítségével generált jó minőségű szövegek. Ezek annyira hihetően vannak megfogalmazva, és a mesterséges intelligencia által olyan szinten a végletekig magyarosan van megfogalmazva, hogy egy átlagos felhasználó már nem is veszi észre, hogy nem a bank írt neki e-mailt, hanem egy megtévesztő, mesterséges intelligenciával megiratott, megtévesztő banki levelet kapott például. Ezeknek ez a rettentő veszélye. És jellemzően ebből van mások, a felhasználók visszajelzése alapján sokkal kevesebb az a fajta megkeresés, ami tört magyarsággal írt szemmelátlanul gyanús e-mail. Gombaszögi Attila szerint ezen levelek rettentően megtévesztőek tudnak lenni. Ugyanakkor érdemes minden esetben végig gondolni egy-egy e-mail esetén, hogy egyáltalán várunk-e ilyet a szolgáltatótól. Azt szoktuk javasolni ügyfeleknek, hogy amennyiben nem vár a banktól különböző interakcióra váró tevékenységet, vagy mondjuk nem rendelt csomagot az internetről, akkor mindig először gondolja meg, hogy vajon ez a megkeresés, ami ő neki hozzájött e-mailben például, ez valós lehet-e, és hogyha végig gondolta, és tényleg van valamilyen kapcsolata a banka, vagy van valamilyen olyan ügye, amit intézni kell, akkor se az e-mailre válaszoljon, hanem inkább ő vegye fel a kapcsolatot direktbe a banka, vagy a csomagküldővel, és semmiképp sem az e-mailben levő hivatkozások, vagy az e-mailben levő telefonszámokon próbálja meg kommunikálni. Gombaszögi Attila hozzáteszi, az AI által generált szövegek mellett megjelentek a Magyarországon is hírességek nevével visszaélő generált fotós és úgynevezett deepfake videócsalások is, amelyekkel ismert emberek, de akár egyszerű állampolgárok képmásával visszaélve próbálnak pénzhez jutni a csalók. Ezen átverések ellen jelenleg nagyon nehéz védekezni, hiszen a mesterséges intelligencia által generált videók olyan szinten valóságosak, hogy egy átlag felhasználó nem ismeri fel, hogy a kapott kép vagy videó nem egy mesterséges intelligencia által generált tartalom. Ezen kéretlen tartalmak szűrésére tapasztalati tényezőkön kívül még nincs 100%-os biztonságot jelentő védelem, de a szakember szerint rövid időn belül várhatóan ezen videók kiszűrésére is érkezik majd technológiai válasz.